Nos, üdvözlöm a kedves kollégákat, ez itt a Game Day iroda, azon belül is egy újabb heti gameplay sorozatunk. Ezen a héten a The Shadow of Mordorral fogunk játszani Xbox One-on. Ezen a játékon keresztül fogom bemutatni, hogy mikor fair egy játék durva nehézség szintjén, és mikor unfair kiszolgáltatottság terén. Igazából minden meg lesz magyarázva, ahogy belekezdünk ebbe az amúgy fantasztikus játékba, és emiatt is, mivel annyi mindent kell bemutatnom nektek magából a játékból is, én úgy gondolom, hogy két videót azért fel fog ölelni. Ez az alapvetően nem túl nagy téma. No, de toljuk! Na most, mielőtt belevetnénk magunkat ebbe a csodás mordori szerda délutánba, én azért megmutatnám nektek, hogy miből áll a karakterünknek a tulajdonságfája, és hogyan lehet őt fejleszteni, és a fegyvereit tovább tuningolni, mert annyi, de annyi content van ebben a játékban a színfalak mögött, hogy az már fel tudna ölelni egy egész részt, úgyhogy gyorsan nyomjuk le! Három fő fegyverünk van, mind a hármat lehet különböző rúnákkal ellátni. Ez itt a tulajdonság fánk, rengetegféle különböző képességet lehet fejleszteni, és ahogy látjuk, ugye ketté is válik, mert mi egyszerre vagyunk a most képen látható öreg ranger, és egy tündelidérc is, akiről még nagyon sokat nem tudunk a sztoriból. De természetesen az alaptulajdonságainkat is lehet tuningolni, mint az életerő, a nyilak száma, a fókusz, stb. És ha ez nem lenne elég, meg tudjuk vizsgálni, hogy éppen hol vagyunk a világban, mit fejlesztünk már föl, milyen küldetésekhez hogyan tudunk eljutni, és hogy áll az ork belpolitika. Jól hallottátok! Ork belpolitika! Igen, ebben a játékban egy igen komoly ork belpolitikai visszájt tudunk figyelemmel kísérni, és akár szítani is. Igazából a lényege az, hogy mivel mi nem tudunk meghalni, mert a limbóban ragadtunk a tünde lidérc haverunkkal együtt, ezért ugye folyamatosan újra éledünk, viszont az orkok, akik megölnek minket, azok emiatt, a megölésünk miatt respektet kapnak, és előre lépnek a ranglétrán! A ranglétrán lépnek előre! Szóval itt láthatjuk azokat a ork kapitányokat, akikről már tudunk valamit, meg hát nyilván nem csak orkok, hanem urukok is vannak itt, de még rengeteg információt kell kisajtolnunk különböző elkapott orkokból, hogy ezeket az ismeretlen arcokat is megismerjük. Minden orknak vannak különleges tulajdonságai, vannak gyengéi, és vannak erősségei is, ezt itt tudjuk látni, illetve láthatjuk, hogy milyen erős, és hogyha megöl minket, vagy megöli egy konkurens ork kapitányát, akkor még erősebb lesz. Na most itt eszmétlen sok mindent lehet csinálni. Egy részét még nem is tudom bemutatni, mivel csak 5 órán van ebben a játékban, de ugye egymás ellen ki lehet játszani az orkokat, lehet saját embert szerezni, akit aztán különböző pozícióba elhelyezünk ebben a csapatban, és így belülről próbáljuk szétmorzsolni Sauron seregét. Elképesztően érdekes, hogy milyen idegen egy ilyen akció-brawler játéktól egy ilyesfajta ilyen, hát hogy is mondjam, tényleg XCOM-szerű belső menedzsment, és mégis milyen jól implementálták a játékban. Nos, hát akkor vágjunk bele, mert ez még csak a háttér volt. A világ rengeteg különböző questet, érdekességet és gyűjtögetni valót tartogat nekünk. És persze sunyogni valót is. Fontos tudni, hogy ebben a játékban nem fogsz túlélni, hogyha nem sunyogsz rendesen. Bizony a játék igen kegyetlen ezen a téren veled, tehát hogyha berohansz 30-40 ork közé, azonnal lemészárolnak. Még így 5 óra után sem vagyunk igazán erősek, hogy legyakjunk mindenkit. Viszont azért megvannak a saját trükkjeink. Itt láthatjuk tündehavarunk bullet time-ját, és ilyet, ahogy megöl mindenkit. De ha esetleg eddig nem tűnt volna fel az ugrásból, bizony egy erős Assassin's Creed-es vonala is van a játéknak, tehát nagyon sokat tudunk mászkálni, és így elbújni az ellenfelek elől, illetve lerántani őket a mélybe, vagy éppen a fejükre ugrani egy karddal a kezünkben. Szóval eddig itt tartunk, van egy alapvetően érdekes, de talán nem túlságosan különleges karakterfejlesztési opciója a játéknak, van egy ork belpolitikai, megmagyarázhatatlan, de nagyon-nagyon izgalmas kis oldala, van egy Assassin's Creed-es mászkálós, sunyiból kinyírós része a játéknak, és akkor még nem beszéltünk az én két kedvenc addendumomról. Ilyen az első, a Batman Arkham City féle harcrendszer. Pop és kivégzés. Ha
Na, és itt van egy ork, akit láthatjuk, ezt a kis zöld ikont, ez azt jelenti, hogy ő tud valamit egy ork kapitányról, amit el tud mondani nekünk, hogyha nem megöljük, hanem kihallgatjuk. Majd mindjárt kihallgatjuk, hogy ezek az úriemberek esetleg békén hagynak minket, nem? Jó van. Na, megvagy. Úgyhogy akkor inkább kihallgatunk. Jön a tünde haverunk, aki kifejezetten jó ilyen arc simogatásban. És azt választjuk, hogy kihallgatjuk az úriembert. És megkapunk egy új információt, egy új kapitányról, mondjuk róla. Egy negyedik szintű senkivel van dolgunk, köszönjük szépen. Rendben, ennyi, elég volt, szerintem. Továbbiakban nincs szükségünk a segítségére, uram. Távozzon az ajtón keresztül. Köszönjük. Szóval igen, hogyha valaki ismeri, ez a harcrendszer, az nem véletlen. A Batman széria tökéletesítette az én véleményem szerint, és itt is fantasztikusan jól működik, nagyon epic dolgokat tudunk csinálni, gyakorlatilag két gombbal. Szóval ez mind szép és jó. Van egy rakás eredeti eleme, van egy Batman-es harcrendszer, és van egy Assassin's Creed-es Assassin kodása. Mi hiányzik még ebből az egészből? Nos, a Far Cry 3 szerintem azért beleférne ide, nem? De azért egy jó Far Cry 3 az azért hiányzik. Oho, igen, ebbe szerintem nem avatkozunk bele. Hogyha esetleg felmerülne viszont a kérdés, hogy meg tudjuk-e lovagolni ezeket a szörnykutyákat, nos hát természetesen, azért tudjátok ti, hogy kivel van dolgotok. Így van, megérkeztünk a Strongholdba, rengeteg ilyen kis belső bázis van, és bizony, ennek egy külön belső rendszere van, tehát egyes emberek észrevesznek, akkor meghúzzák a riasztó kötelét, és akkor oda hívnak egy rakás másik embert, úgyhogy ilyenkor az a legjobb, hogyha nem ezt csináljuk, amit most, hanem sunyogva szépen egymás után nyírjuk ki az őröket. Ez engem abszolút a Far Cry 3-ra emlékeztetett, egy nagyon jó értelemben. Remekül működik itt is, baromi izgalmas kitervelni, hogy hogyan fog az ember nekifogni a kivégzések sorozatának, és hogyan tudja megúszni mindezt úgy, hogy ne vegyék észre. Azt hiszem, hogy ott van egy úriember, akire nincs szükségünk, úgyhogy hogyha nem kontrollerrel csinálunk, ez kicsit egyszerűbb lenne, de így is azért relatíve jók vagyunk. Jó. Hát például azok az úriemberek ott túlságosan jól összemelegedtek. Szerintem nektek nem kéne jóba lenni egymással. Ó, miért nem robbantál fel, ha? Na azért. És most szerintem megsejtették, hogy én itt vagyok valahol. Vagy olyan tippem, hogy sejtik. Szóval ez a játék alapja. Rengeteg stílus morzsol össze, egy teljesen koherens egészé. Egészen fantasztikus élmény rohangászni össze-vissza Mordorban. Egyelőre nem kifejezetten különlegesek vagy érdekesek a tájak. Egy Mordor táj van, de ettől függetlenül a különböző játék inspirációkat nagyon jól építették bele a dologba, és bizony az ork belpolitika engem baromira elszórakoztat. Egy nagyon érdekes játékelem, amivel remek el játszani. Fontos tudni ugye, hogyha megölnek az orkok és szinteket lépnek, akkor nem csak egymással vesznek össze, de rád is emlékeznek, tehát ha a következőleg megpróbálod őket ölni, akkor már úgy köszöntenek, mint egy régi barátot. Ilyen apróságokkal van tele az egész játék, amitől tényleg elhisszük, hogy mi újra tudunk éledni. Tényleg elhisszük, hogy ez egy világ, ami folyamatosan megy előre. És igazából ez egy jó atmoszféra, és ez egy jó világépítés lényege. Azért amennyi szar gyűrűk ura a játékon vagyunk túl, ez tényleg egy várva várt különlegesség. Szóval alapvetőleg én egyelőre szerelmes vagyok a játékban, annak ellenére, hogy bizony vannak hibái, dögivel nem nagy hibák, de azért érdekes kis problémák. Nagyon sokszor nem érzékeli a játék például, hogyha valaki alatt vagy fölött vagy. Tehát nagyon nehéz elérni, hogy elfogadja, hogy te le tudod csapni egy fentről jövő ütéssel, vagy egy alulról jövő fogással. Még azért az orkok is nagyon irritálóak tudnak lenni, ahogy rohangásznak össze-vissza Mordorban. Sokszor volt olyan, hogy egy küldetés közepén találkoztam egy 20. szintű fő gonosz orkkal, és így nem csak a küldetésemet, de az életemet is teljesen tönkre csapta ez az egész élmény, mert hát most oké, meghaltam és kezdtem újra az egészet, de én úgy éreztem egy kicsit, hogy azért unfair belekergetni a játékost egy ilyen szituációban. És itt jönne akkor be az unfairség kérdése. Ez a játék abszolút nem egyszerű, főleg az elején, hogyha nem vagy sunyi, és nem vagy óvatos, akkor... Király. Ha nem vagy sunyi, és nem vagy óvatos, akkor bizony azonnal meghalsz. És ez szerintem egy abszolút fair hozzáállás. Nem kell minden játéknak a magától értetődőnek és egyszerűnek lennie. Igenis az elején szivasson meg, mert így magyarázza el a belső mechanikáját, és így visz bele egy olyan világba, ahol veszélyben kell érezned magad. Viszont, ahogy mondtam, ork
királyokkal találkozni egy side mission közepén nem kifejezetten célra vezető dolog, mert ez már nem a játéknak a lényege. Igen, éreztetni kell a játékos, hogy bármikor belefuthat egy ellenségbe, de valamilyen szinten leválasztani is jó, hogy a fókuszát ne dobáljuk annyira szét, hogy élvezhetetlen legyen számára maga a küldetés. Nagyon kicsi különbségek, de azért frusztráció terén az ember tudja érezni. Szóval erről a gondolatról fogunk a következő gameplayben egy kicsit többet beszélni, hogyan, miként lehet egy játék élvezetesen unfair és élvezetesen kiszolgáltató, de addig is azért szeretem volna egy tisztes mennyiségű időt szentelni annak a gondolatnak, hogy bizony ez a játék tényleg nagyon-nagyon jó, minden stílus ötvözete ellenére is egyedi tud lenni, és végre valahára kaptunk egy igazán érdekes, izgalmas történettel ellátott eredeti gyűrűk ura sztorit. Egyelőre még én se tudok róla sokat, még mi se tudjuk, hogy ki ez a tündelidéz barátunk, de bizony, hogy fejlődik előre, az alapvetően úgy tapasztalom, nem túlságosan hosszú sztori, azért az ember bevonódik és elkezd tényleg érdeklődni a karaktere sorsa iránt, nem csak úgy fejleszgeti a fegyvereit, hogy na, kaszabaljunk még egy kicsit többet. Szóval ennyit a játék alapvető bemutatásáról, holnap folytatjuk.